Ez az új gépjármű fecskendő segíti a Nyírbátori térséget. A megyei katasztrófavédelmi igazgatóság ünnepélyesen is átadta az országban újnak és korszerűnek számító tűzoltóautót. Sugárcsüveg hozzá, itt ez a sugárcsüveg, ez 400 liter per percet tud. Ha nagyobb vízigény kell, nagyobb a tűzeset, akkor ezeket használjuk. 2014-ben állami támogatással indult el a hivatásos tűzoltóságok technikai felszereltségének modernizálása, a tűzoltó autók egységes technikai fejlesztése. Itthon ugyanis a tűzoltóságokon több mint 40 féle tűzoltófecskendő volt üzemben, a különböző típusok fenntartása, karbantartása költséges volt. Ez a gépjármű fecskendő már ahhoz a gépjármű parkhoz tartozik, amit magyar mérnökök raktak össze Rába Alvázzal és Renault felépítéssel. 16-ban bemutatták a prototípust, és ebben az évben pedig 54 darab gépjármű fecskendőt gyártanak Budapesten, amiből 25-öt adtak át két hete Hősök terén, egy hete. És a lényeg az, hogy ebből egy került Nyírbátorba, különben az elmúlt időszakban három ilyen gépjármű fecskendő talált gazdára itt a megyében, és erősítette a megyében élők biztonságát, mert hogy ez a 290 lóerős gépjármű sokkal többet tud, mint az elődei, biztonságosabban működik, és megvan a teljesítménye ahhoz, hogy gyorsan be tudjon avatkozni. A 120 millió forintos Rába Aquadux X a legkorszerűbb eszközökkel felszerelt nagy teherbírású jármű. 4000 liter víz és 400 liter oltóanyag szállítására képes. A Nyírbátorin kívül a Kisvárdai, a Mátészalkai és a Nyíregyházi tűzoltóságra is került az új típusú gépjármű fecskendőből. A katasztrófavédelem megyei igazgatója a sajtótájékoztatón kiemelte, a legrövidebb vonulási időt szem előtt tartva, az emberek biztonságát garantálva mindig a bekövetkezett káreseményhez földrajzilag legközelebb eső fecskendő vonul ki. Ez az úgynevezett távolsági védelem lényege. Ezért néhány technikai eszközt át kellett disztakálnunk egyik tűzoltóságról a másikra. Például innen Nyírbátorból is a második fecskendőt áttettük a Nyírbátori Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság alá tartozó Baktalórendházi Katasztrófavédelmi Őshöz egy fecskendőt. Vázi az emberekhez közelebb vittük a biztonságot, hiszen Bakta és térségébe hamarabb oda fog tudni érni az a fecskendő, hogyha Baktáról indul el, mint a Nyírbátorból. Bár ezt nagyon nehéz volt megértetni, hogy azokkal az önkormányzatokkal elsősorban, akik annak idején vállalták az áldozatot, hogy saját pénzzel támogatták a tűzoltók pályázatát, de hát végül is most már én úgy gondolom, hogy ez a helyzet megoldódott, és most már mindenki megértette, hogy miért volt ezekre az intézkedésre szükség. Az új típusú tűzoltó autókon kívül két magasból mentő létre is segíti a katasztrófavédelem szakembereinek munkáját a megyében. Ezekből egy Nyíregyházára, egy pedig Kisvárdára került. A megyei igazgatóság évente átlagosan 3000 riasztáshoz vonul, amelyből 2000 a műszaki mentés, 1000 körüli a tűzeset. A sajtótájékoztatón az is elhangzott, a szervezetnél dolgozók köszönhetően a katasztrófavédelemben is bevezetett életpályamodellnek jelentős béremelést kaptak az elmúlt években.